Magyarokiak szeretett fúvózenekara fújta a gyülekezőt augusztus 20-án. Ez a nap nem csak a nemzeti ünnepet, hanem a városáválást is jelenti az itt élőknek. 13 esztendővel ezelőtt Szili Katalin miniszterelnöki megbízott mondta az ünnepi beszédet, aki ezúttal is visszatért a szónoki emelvényre. Mit jelent ma számunkra augusztus 20-a, amikor is Szent István örökét, a magyar államiságot ünnepeljük? Mit jelent számunkra ez az ünnep, amikor az új kenyér ünnepe is számunkra a jövőt jelenti? Sok olyan megpróbáltatáson mentünk keresztül az elmúlt években, mint amilyen a migráció kérdése, a pandémia, vagy akár most a szomszédban dúló háború, és azok a viszonyok, amiket ez teremtett, akár a gazdaságban, akár energiafüggőségben, egyébben. Nagyon jól érzékelteti azt, hogy különösen ilyen viszonyok között, amit a globalizálódó világ is jelent számunkra itt a harmadik évezred, mondhatjuk már azt is, hogy a harmadik évtizedének az elején, hogy nagyon-nagyon fontos számunkra egyrészt az összefogás, másrészt pedig annak az érzékeltetése, amiről egyébként én is beszélek, hogy István, Szent István sziklára építette ezt az országot, és ezt kell nekünk tovább ápolni és tovább adni, hiszen ez adhatja azt a fajta biztonságot ennek a közösségnek, amit úgy hívunk, hogy magyar nemzet, hogy tényleg ebben a világban is együtt tudjon működni, tudjon tenni azért, hogy a következő generációknak is ez a biztonságérzete meglegyen. A nyitottság jelenti azt, hogy beengedem a másik problémáját, és magamhoz húzom azt a fajta odafigyelést teszem, ami tényleg ennek az időszaknak a túlélését és az ebben történő boldogulást is jelentheti számunkra. Úgyhogy én ahhoz, amit polgármester úr mondott a nyitáshoz, hozzátennék még egy szót, ez pedig az összefogás. A jeles napon nagymányok fogadta a testvértelepülések képviselőit is, akik a Covid-járvány miatt elmaradt találkozók után ezúttal átvehették az együttműködésük megerősítését bizonyító dokumentumokat. Az ünneplők között volt Nagy Attila, Zetelaka polgármestere is, aki szintén az összefogás és az egymásra figyelés fontosságára hívta fel a figyelmet. Ez a magyarság, az összmagyarság egyik nagyon fontos ünnepe, ezért nagyon örülök, hogy nem túl sűrűn tudok idejönni nagymányokra, de hogy most sikerült elérnem, ennek nagyon örülök. Én mindig is azt vallottam, hogy ha testvértelepülési kapcsolatot alakítunk ki bárkivel, akkor az ne két polgármester vagy a képviselőtestület ritka találkozása legyen, és ott adott esetben ez a miszom, hanem az teljes tartalommal. Mindig is ezt próbáltam érvényesíteni, és hál' Istennek nagymányok és Zetelaka a kapcsolatába ez nagyszerűen érvényesül. Úgy a hivatalos kapcsolat a polgármesterre és a képviselőtestületi tagok között van, mint a nem hivatalos. Tehát baráti társaságok vannak, akik nélkülünk is egymás társaságát keresik, például a Derekegyházi másik testvértelepülésünkkel, Zetelaka, Derekegyház és Nagymányok, egy baráti társaság, rendszeresen évente meglátogatják egymást, és különböző ilyen tevékenységekkel szórakoztatják egymást. Kulturális csere történik, tapasztalat csere történik, egymástól tanulnak, és én ennek örülök a találkozáskor, hogyha az ember nyitott egymás fel, egymás kultúrája, egymás tudás, egymásnak felhalmozott tudása iránt, akkor sokat tudunk tanulni egymástól. Én ma is tanultam. A mai világban sajnos egy-egy buborékba kezdtek az emberek szerveződni, egymásnak a véleményére nem vagyunk kíváncsiak, csak a saját magunk dolgát szajkózzuk, és ezáltal, hogyha ezek a buborékok egymástól eltávolodnak, akkor itt hogyha nincsen tapasztalatcsere, nincsen kommunikáció, abból jó nem lehet. És én azt vettem észre, hogy ugye itt vannak a lengyel testvértelepülés, itt vannak a német országi testvértelepülés is, hogy milyen nyitott emberek vezetik ezeket a közösségeket, úgyhogy még van remény arra, hogy a jövő nem olyan sötét, mint ahogy sokan lefestik. Kalbéla polgármester azt mondta, visszatekintve az elmúlt esztendőkre jól látható, hogyan fejlődött és lett igazán várossá Nagymányok. Az ország születésnapja, ami nagyon fontos szerintem, talán a legfontosabb nemzeti ünnep, a városnap, hiszen ezen napon lett Nagymányok ünnepélyesen város, és hát a testvértelepüléseket is erre a napra hívjuk, hiszen ez egy olyan alkalom, amikor ők szívesen jönnek, mi szívesen látjuk őket. Most jelenleg itt vannak Lengyelországból, Jablonkáról, Reichesheimból, Németországból, Zetelakáról, Erdélyből,
és sajnos a negyedik testvértelepülés tegnap este lemondta az utazást, mert a polgármesteren kívül mindenki covidos. De visszafelé nagyon szép gondolatai vannak, hiszen azért ez a nap arról szól, hogy akkor lettünk város. Én korábban, 2 évvel korábban lettem polgármester, nagy ambíció van a elképzelések, aminek azt kell mondanom, hogy a jelentős részét sikerült megvalósítani, és büszke is vagyok rá. Hát a jövő az már nekem sok mindenről nem szól, hiszen már nyugdíjas vagyok, és úgy gondolom, hogy ennek a ciklusnak a végén én visszavonulok. A városnapján bemutatkoztak nagymányok művészeti együttesei is, köztük a Glückauf német nemzetiségi társcsoport is, akik jelentős szerepet játszanak a helyi németség kultúrájának továbbéltetésében.